Sziasztok! A szólójátékról szeretnék beszélni, és hogyan kell szólókat lejátszani, illetve megkomponálni, mik azok a dolgok, amikre nagyon figyelni kell, illetve mik azok a hibáim, amiket ti ne kövessetek el. Az első az az, hogy fontosak a stílusok. Például ugye a jazz. A jazz esetében kötött a dalnak az ütemszáma, illetve bizonyos elemeknél ugye besegítenek, az ütem elején egy-két hangot belejátszanak. Vagy ilyen például ugye, amikor szintén jazzről van szó, hogy négy ütemenként oda-vissza megy a szóló, akár dobos és dobos között, hogyha két dobos van, vagy dobos-gitáros között, vagy lehet bármi. A lényeg az, hogy arra kell figyelni, hogy miből mennyi van. Tehát mindig megérkezzünk az egyre, a kettőre, a háromra, vagy a négyre, tök mindegy. A lényeg az, hogy tudjuk mindig, hogy hol tartunk. Ez az egyik legeslegfontosabb dolog. A másik, figyeljünk arra, hogy zeneileg érthető legyen. Tehát ne kövessétek el azt a hibát, amit én szoktam elég gyakran. Mi szerint a tempók pontatlanok, illetve a tempóváltások nem érthetőek egyértelműen. Illetve fontos ugye, mint az imént említettem a jazz alapján, hogy van-e kíséret. Mert ugye, ha nincs kíséret, akkor sokkal szabadabb a játékunk, attól függően, hogy a következő pont, ami nagyon lényeges, hogy mekkora a terjedelme ennek az egésznek. Mert nem mindegy, hogy fél perc alatt kell játszanunk, 20 perc alatt kell játszanunk, vagy 2 perc alatt kell játszanunk, tehát az időt is be kell osztanunk. Következő, hogy kreatívan fel tudjunk használni minden eddigi tudásunkat, attól függően milyen környezetben kell ezt ugye elsajátítanunk, tehát például egy metal koncert keretében, egy ilyen jazz fesztivál keretében, vagy csak a haveroknak akarjuk megmutatni a tudásunkat. Nagyon nem mindegy. Aztán, hogyan lehet ezt gyakorolni? Ugye ezt két részre bontottam. Az egyik lenne a kreatív részleg. Ez sokkal szórakoztatóbb, kötetlenebb része az egésznek, ugyanis nagyon sokan nem tudnak improvizálni. Mégpedig ugye ez az egyik alapja az egésznek, hogy megtanuljunk improvizálni. Ami igazából abból áll, hogy szabadon ütögessük meg a dobfelszerelést, minden, amit eddig tudunk, azt úgy engedjük szabadjára, és ami jön, ami a csövön kifér, azt engedjük ki magunkból. A másik része viszont a fegyelmezett gyakorlás, ami főként abból állna, bekapcsoljuk a metronomot, figyelünk a dinamikára, figyelünk a különböző mozdulatainkra, hogy hol tartunk, számolunk akár hangosan, akár halkan, teljesen mindegy. Lényeg, tudjuk mindig, hogy melyik ütemben vagyunk, pontos-e. Tudjuk, hogy mit játszunk, az adott stílusnak megfelelően játszunk-e. Illetve, hogy amiket megtanultunk, begyakoroltunk, azokat bele tudjuk építeni a saját játékunkba. Úgyhogy lényegében ennyi lenne az egész. Megpróbálok mutatni egy kicsit a kreatív részlegre is, és egy kicsit erre a komolyabb részre is. Az eleje az inkább ilyen krumpli burogatás lesz. Tehát tényleg az a lényeg, hogy az ember kicsit így szabadjára engedje a groove-okat, a különböző technikákat, mindenfélét, amit megtanultunk. A másik része pedig az, hogy akár mondjuk egy egyszerű, valószínűleg egy egyszerű fun groove keretében fogom ezt megmutatni, ugyanis azt egy kicsit megspékeljük, és már is szólisztikus elemnek fog tűnni. Na nézzük!
groove-okat, stílusismeret, mindenfélét, amit technikákat, amiket tanultunk, ezeket így engedjük szabadjára, így kísérletezgessünk vele. Most pedig akkor nézzük meg azt, hogy berakok egy metronomot, legyen egy kellemes 110-es tempóban, és megpróbálok egyszerű groove-okat kicsit felspékelni. Szóval, ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor lehet arra figyelni, hogy mondjuk 8 ütem groove, az is legyen telespékelve, illetve attól függően, hogyha mondjuk két dobossal játszunk, akkor lehet olyat, hogy szoktok olyat például 8-8, megbeszélés szerint ugye 8 ütem groove, addig a másik az szétdarálja a dobot, aztán 8 ütem groove neki, és te darálod szét a dobot, és így oda-vissza passzolgatjátok ezt az egészet. Na nézzük!
Ugye azt ígértem, hogy funkot fogok játszani, de aztán átmentem mindenfélebe, hogy egy kicsit így próbáljam prezentálni annak a lényegét, hogy nagyon pontosan kell játszani, és próbáljuk meg a kettőt összegyúrni. Persze nyilván, ugye, hogyha fellépésre készülünk, vagy ilyesmiről van szó, akkor sokkal fegyelmezettebben kell játszani, mint ahogy most én játszottam. A céltudatosan, konkrétan azt, milyen groove-ot játszok, mennyit játszok, hogyan játszom, és a számolás az nagyon fontos, hogy tényleg beszéld meg saját magaddal, vagy írd le, vagy legyen valami alapja annak, mondjuk, hogy mit tudom én, 8 ütem grúvolás, 4 ütem szóló, vagy 7 ütem grúvolás, 1 ütem szóló, teljesen mindegy. A lényeg, hogy legyen valami alapkoncepciója az egésznek, vagy hogyha esetleg van tempóváltás, akkor azt is érdemes megoldani, akár metronommal, akár anélkül, hogy ezek pontosan be legyenek gyakorolva. Aztán így igazából nagyjából ennyi, tehát arra akartam kiukadni, hogy a kreatív részét és a komolyabb gyakorlós részét azt próbáljuk meg úgy összegyúrni, hogy ne legyen kínszenvedés a gyakorlás, hanem egy kellemes, jó szórakozás legyen annak ellenére, hogy mennyi időt ölünk bele, vagy milyen komolyan veszik ezt az egészet, tehát nem menjen annak a rovására, hogy az ember kiégjen túl hamar, vagy megunja az egészet, hanem tényleg legyen színes, jó érzés, hogy ezt csináljuk. Remélem, hogy tudtam valamennyit segíteni, főleg újoncoknak, illetve olyanoknak, akik improvizatív jelleggel küzdködnek. Úgyhogy ha bármi kérdés, komment, óhaj, sóhaj van, akkor nyugodtan írjatok nekem ide a kommentek alá, Facebookon, e-mailben, bárhol megtaláltok. Na, köszi szépen a figyelmet, jó dobolást kívánok, sziasztok!